Dr. Gyulai Iván ökológus, biológia-kémia szakos tanár, az Ökológiai Intézet a Fenntartató Fejlődésért Alapítvány elnöke. Munkásságáért 2005. március 15-én a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztje kitüntetésben részesült. Pályáját természettudományos muzeológusként kezdte. A környezetvédelem és a fenntarthatóság területén kidolgozott alternatív javaslatairól, gondolatairól ismert. Egyik legfontosabb munkája a gömörszőlősi Fenntartható Falu program, ahol a gyakorlatba is igyekszik átültetni az általa kidolgozott alternatívákat. Számos filmje található az interneten, a legismertebb a Zsigerbeszéd. Határozott kritikával illeti a jelenlegi pénzrendszerre épülő gazdasági társadalmi modellt. Minden csak feltételesen újul meg, azért ezt azért tudnunk kell. Nyilván a talaj az objektíve egy megújuló erőforrás, de abban a pillanatban, mint az ember így nyúl hozzá, hogy ma hozzányúl, ugye onnantól kezdve nem az. A fenntartható erőforrás használat azt jelenti, hogy mindent a megújulás képességén használunk. Viszont itt mindig jön egy tényező, egy fék, ami ezt lenullázza, ez pedig nyilván az anyagi érdekeltség. Sajnos ma az emberiség, vagy maga a gazdaság, vagy talán mindenki a problémagyártásba érdekelt. Tehát abba érdekelt, hogy minél több problémát hozzon létre azért, hogy azokat meg lehessen oldani. Tehát tekintet arra, hogyha itt 8 milliárd embernek kell munkát adni, kenyeret adni, és ez a pénzen keresztül valósul meg, és nem a kenyéren keresztül valósul meg, ugye, mert itt van egy közvetítő, minden érték közvetítőjeként itt elővettük a pénzt, és hogyha ez a pénzen keresztül valósul meg, vagy a pénzkereseten keresztül valósul meg, akkor nyilván az embereknek ez lesz az elsődleges, hogy ezt a bizonyos pénzt mindenek felett meg tudják teremteni. Most, hogy ezt a 8 milliárd ember pénzt tudjon keresni, ahhoz foglalkoztatni kell őket, és valami ürügy kell ahhoz, hogy legyen egyáltalában foglalkoztatás, és legyen természetesen mindenkinek munkája. És ezért mondom én, hogy a problémagyártásban érdekelt, mert minél több problémát hozunk létre, annál inkább kell valaki, majd a mérnökeink, meg a tervezőink, és természetesen a kétkezi munkás, vagy most már helyette leginkább persze a robot, aki ezeket a dolgokat majd ugye megoldja. Hát megoldja idézőjelben, mert lehet, hogy magát a problémát közvetlenül megoldja, de hogy látjuk, kiterjeszti a háttérbe, tehát még nagyobb gondot csinál belőle. Mint ahogy azt az elektromos autónál, hogy bárminél el lehet mondani. Kicsit, hogyha visszatérünk itt a talajnak a kérdésére, akkor ezt nagyon szépen le lehet vezetni. Tehát én most már 20 éve foglalkozom azzal, hogy abszolút minden nélkül. Tehát én valamikor előtte bioztam, itt például volt egy kis biogazdaságunk, vagy kertecskénk inkább, hogy ne nadzoljak, de ugye ott is az van, hogy ezt vegyünk, ezt keverjük, azt kutyuljuk, nem tudom. Uh-huh. Tehát én ezt 20 évvel ezelőtt abba hagytam, és azt mondtam, hogy támaszkodjunk a természet erejére, tehát hogyha én ökológus vagyok, akkor higgyek az ökológia alapelvébe, ami ugye azt mondja, hogy hát a természetben a különböző folyamatok
különböző fajok egyedei, azok limitálják egymás létét. Tehát, hogyha én a teljességet hagyom, a természet teljességét hagyom, nevezzük ezt biodiverzitásnak, tehát ugye minél több élőlény van az én kertemben, minél több növény van az én kertemben, akkor majd ezek korlátozzák egymást, és nem nekem kell vegyszerekkel, meg ilyen-olyan módon őket korlátozzam. És én végül is kiszálltam ebből az egész dologból, és látom, hogy ez működik. Kellett hozzá egy kis idő, hogy működőképessé váljon, mert annyira elrontottunk már mindent, ugye, hogy... Uh-huh. hogy. De, tehát, hogy most, hogyha megkérdezem azt, hogy ha ez nem kell műtrágya, ez nem kell ásó, hogyha ez nem kell kapa, hogyha ez nem kell eke, hogyha ez nem kell a különböző növényvédőszer, akkor itt miből nő a gazdaság? Ugye? Tehát itt vannak a bökkenők, itt lehet látni azt, hogy ja, hát akkor egész iparágak nem tudnának megélni, mert akkor most a traktort nem kéne előállítani, nem kéne szervizelni, nem kéne ennyi gázolajat letetni, és akkor mi van? Tehát, hogy ez egy kiesés, ez a GDP-nek a csökkenéséhez vezetne. Tehát addig, amíg ez a vezérelvünk, hogy ugye azt gondoljuk, hogy nekünk mindent a pénzen keresztül kell előteremtenünk, addig ez soha nem lesz másként. Most, amit én teljesen másképp gondolok, hogy nem a pénzen keresztül kell a mi életünket tervezni és folytatni, hanem hát, hogyha mondjuk ezt én most levezetem ezzel a mezőgazdasági példával, akkor amikor én abba hagytam ezt az egészet, tehát kiszálltam ebből a rendszerből, akkor cserébe nyilván kaptam valamit. Egyrészt megsporoltam ezeket a kiadásokat, ami hát azért nyilván nagy dolog. Viszont elnyertem egy olyan dolgot, ami sokkal több az anyagi javaknál, tehát sokkal több annál, hogy én megtermelem magamnak a burgonyát, vagy a répát, vagy szóval bármit, mert elnyertem ennek a kiteljesedésnek, ennek az értelmes életnek elnyertem a voltát. És akkor innentől kezdve az ember rájön arra, hogy az, amit korábban pénzért szereztem meg, és ami egy pénzért én robotoltam, azért én nem nyertem boldogságot. Most viszont nekem nem kell ahhoz pénzt keressek, hogy én megtermeljem magamnak közvetlenül az élelmet, de nem csak az élelmet, hanem azt a jó érzést, és akkor nevezzük ezt boldogságnak, ami azzal jár, hogy én képes voltam arra, hogy. És szerintem az embereknek ide kellene visszatalálni egy teljesebb, és egyébként anyagi értelemben nyilván sokkal, de sokkal szerényebb életre. Tehát én mindig azt szoktam mondani, fenntarthatóság szempontjából két dolog van, az etikai megoldás, tehát az a elsődleges, és akkor ez az etikához, ez a másfél etikához kell technikákat, technológiákat találnunk, mint például mondjuk az ökológiai gazdálkodás, vagy a permakultúra. Uh-huh. És hát ezt az elvet kellene követni a idézőjelben megoldáshoz. Az ön olvasatában mik azok a szükségletek? Mert nyilván az összes többi az igény. Hát ezt nehéz megszabni, ugye, mert általában, hogyha azért ezt így nézzük, akkor azt gondolják az emberek, hogy anyagi szükségleteik vannak, de hát szerintem sokkal inkább a lelki szükségletek azok az előrébb valók, és szóval itt borult meg valami rendkívüli módon, aminek hát nem kellett volna így megborulnia, de azért ennek is érdemes szerintem a hátterében nézni, hogy szóval miért van ez a nagy megborulás ebbe az egészbe. És én ezt azért oda tudnám visszavezetni, hogy az emberektől a munkában is elvették az önállóságot, mégpedig azon keresztül, hogy kisajátították az erőforrásokat. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy jó, most mai világban beszéljünk, akkor
ugye a jövedelem elsőbsége, ezt már sokszor itt panaszkodtuk. Tehát, hogyha ennél a kérdésnél maradok, és akkor azt mondom, hogy na jó, most akkor mindenki pénzt szeretne termelni, akkor is kétféleképpen tudja ezt megtenni. Az egyik az az, hogy elmegy bérmunkásnak, a másik pedig, hogy megmarad a maga ura. Na most ahhoz, hogy jövedelmet tudjon valaki termelni, ahhoz mi kell? Tehát először is kell hozzáférés a természeti erőforrásokhoz. Mert ugye anélkül, tehát valamiből kell neki, földből, vízből, levegőből, ásványokból, tehát ugye ez kell, hogy legyen hozzáférése. Akkor nyilván kell, hogy hozzáférése legyen, hogyha már van neki ilyenje, hogy akkor ezt milyen tudással tud ebből valami értéket előállítani, akkor természetesen ott valami eszközre is szüksége van, fölteszem. Ha más nem, mondjuk, ha szellemi termékeket állítanak, akkor esetleg egy laptopra, tehát az is csak egy fizikai termék. Ugye valamiből pénz is kell, amiből mindezt megvásárolja, tehát ugye kell, hogy legyen egy kis tőkéje. De aztán, hogyha most már mind jól van, tehát van tudása, meg erőforrása, meg pénze is volt, és eszközei is vannak, akkor még mindig megtermelt valamit, akkor még mindig kell, hogy el tudja adni. Ugye? És akkor ma, ami fontos, és ezt még nem mondtam ebbe a sorba, az a munkahely. Tehát legalább legyen egy munkahelyem. Na most, tehát a jövedelemszerzés teljes feltételrendszer ez, amit elmondtam, és ebben esetleges a munkahely, mert én a vonaton is tudok a laptopommal szellemi munkát végezni, vagy otthon is, ugye, vagy a kertemben is, tehát nekem ez nem kell feltétlenül egy munkahely. De magának a bérmunkás sorsnak az a mottoja, és ezt hallgattam egyébként végig a kommunizmusban, és most is ezt hallgatom, hogy de munkáj, munkáj, munkáj. Tehát ez a bérrabszolga elképzelés, ahol engem megfosztanak az erőforrástól, az én tudásom, az, ugye, az a know-how, az a bizonyos, ez valahol egészen más, itt van, semmi közöm sincs, az, nekem nincs tőkém, én nem férek a piachoz. Tehát, hogy ez vált itt gyakorlatilag dominánsá, és az a típusú ugye, jövedelemteremtés, amikor az ember a maga ura, és ő rendelkezik az erőforrásokkal, a tudással, a piaccal, és szóval mindennel, amit elsoroltam, ez a fehér holló. De a kiteljesedéshez erre van szükségem, mert én a tudásomat akkor építem, hogyha közvetlen kapcsolatban vagyok az erőforrásokkal. És akkor ugye itt jönnek a problémák, hogy hát most akkor mi van itt az erőforrásokhoz való hozzáféréssel? Szóval ez most kié? Tehát látjuk a termőföldnél, és ez akármennyire is nem tetszik. Tehát hogy egyre kevesebb ember az, aki ugye ezzel élni tud. Tehát hogyha valaki ide költözik vidékre, akkor én azt most megnézem, hogy ő hol fog itt termőföldet szerezni magának, és akkor persze itt még nem beszéltünk arról, hogy bánik a termőfölddel. Hát igen, az egy kis. És hát akkor itt végig lehet venni az összes erőforrást, hogy most kinek van annyi tőkéje, hogy majd saját maga, és nem a bankba kelljen, hogy menjen, és hogyha meg már a bankba ment, akkor ugye mi történik? Tehát akkor majd kamatra, meg jutalékokra, vagy THM-re felveszi a kölcsönét, és akkor innentől kezdve szépen fogja, és adós lesz. És ahhoz, hogy ő az adósságát megadja, neki nyilván sokkal több természeti erőforrás kell munkába állítani ahhoz, hogy ezt a töbletet, tehát ezt a kölcsönt egyszer vissza tudja fizetni. Tehát közvetlenül a pénz és a környezetnek a romlása az összekapcsolódik. Azért, mert az eladósodás révén nekem többlet teljesítményt kell nyújtani azért, hogy az adósságomat meg tudjam adni. És ezt másképp nem tudom megtenni, mint természeti erőforrásból. Ha meg a másik oldalt nézi, tehát hogy az, akinek a pénze van, akinek én a pénzét kölcsönbe vettem, az viszont a pénzét kamatos visszakapja, és neki meg az lesz a gondja, hogy ő mit csináljon a pénzével. És mit fog csinálni a pénzével? Újabb befektetéseket fog eszközölni, és majd egy újabb termelőüzem épül, vagy egy újabb infrastruktúra épül, és akkor ebben a pillanatban megint csak a természet és a környezet az, aki ennek a terhét viseli. Tehát mindig minden visszahull gyakorlatilag a természetre, amiatt, hogy az ember folyamatosan is állandóan többet akar, növekedni akar,
és hát ugye nem elégszik meg annyival, amennyi jut neki. Természetesen ezen probléma felismerése nem új keletű dolog. Bizonyára sokan emlékeznek a 2007-ben bemutatott Frey dosszéra. Tudja, önök szerintem azért nem igazán boldogok, mert téves vágyaik és álmaik vannak. Mindig többet akarnak, bármit is érnek el. Nagyobbat, szebbet, drágábbat. Ez illúzió. Ezt kellene megérteniük, hogy illúziókat kergetnek, közben pedig szenvednek, egymással küzdenek és harcolnak, ahelyett, hogy visszafognák a túlzott vágyaikat. Mértékletesség, visszafogottság és sok kompromisszum. A boldogra fejünkben születik, ez a titok. A probléma megoldásához azonban azóta sem sikerült közelebb jutni. Mondta, hogy ez nem csak fizikai szükséglet, tehát itt nem lehet lebontani, hogy fizikai szükséglet és igény, hanem ez valahol, ez egy lelki folyamat. A gazdaságnak az a rétege, aki azt szeretné, hogy profit keletkezzen, azt teszi elénk állandóan azokat a vágyódási eszközöket, amire gerjed az ember, hogy még nagyobb kell, nagyobb autó, nagyobb ház, és még akkor se elégülök ki. Itt visszacsatolunk talán oda, amit ön annyiszor mond, hogy ez egy értékválság. Hát én azt szoktam mondani, hogy mindig mindenki termeli a saját ellentétjét. És ezért ez látszik is, tehát hogy ebből a nagy taposó malomból nagyon sokan szeretnének kiszállni, egyre többen. Tehát azt mondanám, hogy megcsömörlöttek ettől a jóléti versenytől. Mert ez egy verseny, ami fizikailag és lelkileg is leterheli az embereket. Vannak még itt szépséghibák, mert ugye nagyon sokan azzal az elképzeléssel élnek, hogy most először jó belehajtok ebbe a taposó malomba, összeszedek még egy csomó pénzt, és majd akkor ezzel a csomó pénzzel én egy új életet fogok kezdeni. Most én ezt látom itt a saját magunk környezetében, ugye most én egy jó ideje azzal foglalkozom, hogy ezt a gazdálkodási módszert, ezt próbálom átadni embereknek, és hát látom azokat a célcsoportokat, akik ugye élnek ezzel az elképzeléssel, hogy ők most először pénzt szereznek, és aztán kikötöznek vidékre, és ott önellátóvá válnak. Tehát ez egyrészt azért egy pozitív folyamat, amiben azt lehet látni, hogy bizony itt tényleg kitermeli a probléma a saját ellentétjét, és kitermeli azt az embert, aki fellép az ellen, ami tulajdonképpen a bérrabszolgaságból származik, ami még pillanatnyilag sajnálatos az, hogy nem tudják az emberek elhinni azt, hogy mindez anélkül a pénznyújtotta anyagi biztonság nélkül is lehetséges. És azért eddig, ezért még beletaposnak egy jó nagyot ebbe a taposó malomba, és nagyon sokan nem ismernek belőle a végén kiszállni. És én ezt meg is értem egyébként, mert hogyha visszautolok arra, hogy hát bizony, hogyha eljön ide valaki, és akkor majd hol tud hozzájutni mondjuk az erőforrásokhoz, eleve nincs ezzel kapcsolatos megfelelő ismerete, ugye nincs főügye, lehet, hogy van pénze, de hát ez hamar elfogy. Tehát azért itt számos nehézség van, de én azt gondolom, hogy elindult ez a folyamat, ami összességében jelzés afelé, hogy az emberek lassan beleunnak ebbe a világba, és a saját eszükre térnek, és saját lábukra fognak állni. Úgyhogy én 10 évvel ezelőtt nem mondtam volna ilyeneket, mert nem volt ilyen tapasztalatom. Most viszont az utóbbi 5-6 évben, mióta ezekkel a képzésekkel foglalkozom, én határozottan látom ezt az irányt, és ettől egy kicsit jobban is vagyok.